Tantestületünket nagyon innovatívnak találom, hiszen nagyon sok pályázaton vettünk részt, többek között a LEGO robotok készítésében is, de úgy éreztem, hogy hiányzik valami olyan program, ami az egész intézmény számára elfogadható. Azért jöttem el ide második évben is a Microsoft Innovatív Iskoláknak szóló programjába, mert egy év alatt körülbelül annyit tanultam, mint egész pályám során. Például megtanultam azt, hogy a digitális átállás az nem csak anyagiakon, eszközökön múlik, hanem szemléletváltáson. Tavaly évben nagyon sok szemléletbeli változást hozott a tantestületünknek, rengeteg képzést elvégeztünk, viszont még mindig érezzük, hogy szükségünk van segítségre. Azokat támogatjuk, akik maguk állnak a változás középpontjában, és most dönthetnek arról, hogy erőt, energiát tesznek abba, hogy a gyerekek valójában 21. századi körülmények között tanulhassanak. Az Innovatív Iskolák program pontosan arra a célra jött létre, hogy úgy az intézmény vezetőknek, mint a pedagógusoknak a szemléletét egy kicsit átalakítsa és egységes keretbe foglalja. Nagyon nagy segítség volt Sára, Fleischer Sára megjelenése, aki jó pár óra alatt annyi minden lehetőséget megmutatott nekünk, amelyek mind a kollégák magukra szabva, vagy az adott tanítási tananyaghoz, tantárgyhoz szabva tudtak kipróbálni, és ez nagyon nagy segítséget nyújtott a további ötletelésben is. Például megtanultam azt, hogy elsősorban a siker azon múlik, hogy egy igazgató részéről, hogy a belső erőforrásokat hogyan tudja mozgósítani az iskolában. Itt tavaly egy olyan komplett szervezetfejlesztési eszköztárat kaptam, ami azóta mindennapjaimban is használok. Ez nagyon sok munkát igényel, ezt szeretnénk megköszönni, meghálálni azzal, hogy ehhez egy keretrendszert biztosítunk, hiszen a Microsoft küldetése is az, hogy hozzásegítse a világ minden lakóját, közösségét és vállalkozását ahhoz, hogy többre legyen képes.